Köszöntök mindenkit, sziasztok! Szombaton sokfelé erős, viharos széllel folytatódik a hidegebb levegő beáramlása a Kárpát-medence térségébe. A záporok helyét egyre inkább átvehetik majd a hózáporok, azonban túl nagy számban ezekre sem kell készülni, illetve megmaradó hórétek sem valószínű. A következő éjszakákon egyre nagyobb területen alakulhatnak majd ki fagyok, az országnak a döntő részén kell majd fagyra készülni, nagyjából szilveszter hajnaláig. Mindenekelőtt nézzük meg az európai légköri helyzetet, amelyen azt láthatjátok, hogy észak felől folytatódik a hidegebb levegő beáramlása a Kárpát-medence térségében, miközben a tőlünk keletre lévő hidegörvény kissé közelebb került térségünkhöz. Eközben Nyugat-Európában egy nagy kiterjedésű magas nyomás uralkodik. De térjünk vissza hazánk időjárására, amelyről azt kell elmondani az éjszakai órákról, hogy eléggé változékony lesz a felhőzetben az összkép, azonban mindenképpen egyfajta növekvő tendencia indul meg már az éjszaka folyamán, és záporok mellett hózáporokra is kell készülni. Erre a legnagyobb esély nagyjából itt a Tisza környékén van, itt ugyanis lesz egy összeáramlási zóna, főként itt alakulhatnak ki hózáporok, illetve kisebb eséllyel az Alpok alján is. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet az a keleti ország részben már negatívként fog alakulni, általában 0 és mínusz 5 fok közé fog lehűlni a levegő, míg a Dunántúlon be fog indulni majd egyre nagyobb területen a szél, emiatt itt ott egy kissé enyhébb lesz a hajnal, itt általában 0 fok köré fog majd lehűlni a levegő a hajnali órákra. A reggeli délelőtti órákban még abban az összeáramlási zónában, amit már említettem, még előfordulhatnak hózáporok, a nap folyamán később már azért ennek a esélye is jóval csökkenni fog. Általában felhős idő valószínű, a vastag a felhőtakaróra azonban inkább a keleti ország részben számíthatunk, ugyanis a tőlünk keletre lévő hidegörvény az majd egy kissé közelebb kerül térségünkhöz. A legmagasabb nappali hőmérséklet az általában 0 és plusz 5 fok között alakulhat majd. Érdemes még beszélnünk a szélről is, ugyanis már az éjszakai órák folyamán egyre nagyobb területen elkezd majd megerősödni, és holnap a reggeli óráktól kezdődően, főként reggel, illetve délelőtt nagy területen viharossá is fokozódik. Elsősorban a Dunántúlon kell nagy területen viharos szélre készülni, emellett pedig kisebb területen, a Zemplénben, illetve a Bodrog közben, valamint kisebb eséllyel a Nyírségben is előfordulhatnak viharos lökések, általában 60-70 km/órás lökésekről van szó. A délutáni órában már valamelyest veszíteni fog erejéből a szél, azonban továbbra is sok helyen maradhat még erős a légmozgás. És akkor pár szót a következő napok időjárásáról is. Folytatódik majd szépen ez a hűlési tendencia egészen 31-éig, ahol is láthatjátok, hogy egyfajta erőteljes melegedés lesz, ez először a magasban fog érvényesülni, majd pedig a talaj közelében is. Addig pedig éjszakánként az országnak a döntő részén kell majd fagyokra is készülni, viszont azt is észrevehetitek, hogy számottevő csapadékra nem kell készülnünk az év utolsó napjaiban, mindösszesen hózáporok, esetleg záporok alakulhatnak ki, azok is inkább csak helyenként vagy néhol. Ezzel pedig szeretném is megköszönni egész éves figyelmeteket, tartsatok velünk jövőre is, valamint kövessétek Instagram oldalunkat, ahol újabb és újabb posztokat fogunk majd gyártani nektek. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!